Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban 10 WC-kben talált különféle dolgot fogok bemutatni nektek, amik már gondolom sejtitek, igen, megdöbbentették a megtalálóikat, na meg engem is, de abban is biztos vagyok, hogy titeket is meg fognak döbbenteni. Ezt az ötletet úgy láttam, hogy többen is írtátok, így most nem állok elő nevekkel, de innen is nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Nos, a témára visszatérve, általában WC-re nem azért jár az ember, hogy mindenféle dolgokat keressen, ezért is lehet meglepő, ha valaki egy kellemes könnyítés előtt, közben vagy után valami megdöbbentőre bukkan. Előre szólok, hogy ezek nem mindennapi esetek, így ha megnéztétek a videót, nyugodtan elmehettek WC-re, mert semmi különleges nem fog történni veletek. Akivel pedig igen, attól elnézést kérek. Na de ne szaporítsuk tovább a szót, lássuk, miféle különlegességek bújtak meg egyes illemhelyek WC-iben. 10. Pénz. A pénz jön és megy, ezt Vin Diesel is megmondta, de milyen pénz az, ami egy WC-be megy, vagy ami egy WC-ből jön? Minden bizonnyal piszkos, és ezt most kétféleképpen is értelmezhetjük. Az egyik nyilván, hogy WC-ből került elő, a másik pedig, hogy valószínűleg nem legális forrásból származik. Ezt az az ausztrál bejárónő is így gondolta, aki 2011-ben egy ház szemetesében és WC-jének csöveiben 97 000 dollárra, azaz körülbelül 24 millió forintra bukkant. Különös felfedezését követően egyből kihívta a rendőrséget, akik lefoglalták a pénzt, majd nyomozást indítottak. Mivel a nyomozás nem úgy haladt, ahogy az várható lett volna, ezért a későbbiekben a bíróság a bejárónőnek ítélte a pénz egy nagyobb részét, a maradékot pedig az államnak adták. 9. Mókus. Sajnos egyes állatok nehezen találják fel magukat az emberek lakta területeken, házakban, lakásokban, így előfordulnak olyan esetek, hogy egy megrémült állat olyat tesz, amit normális körülmények között sohasem tenne. Így járt az a szerencsétlen mókus is, aki egy alkalommal egy nem kívánt fürdőzéssel lepte meg magát egy kanadai ház WC csészéjében. Az eset kora reggel történt, mikor is a ház tulajdonosa, vagyis egy éppen szunyókáló asszony egy a fürdőszobájából szűrődő hangos csobbanásra lett figyelmes. Ezek után jött igazából csak a meglepetés, ugyanis a fürdőszobába lépve egy kapálózó mókust vett észre a WC csészéjében. A hölgyemény szerencsére nem rémült meg a szorult helyzetbe került állatkától, ezért gyorsan magához ragadott egy grillrácsot, és kisegítette a mókust a WC-jéből. Ezután a mókus boldogan élt, még bele nem esett egy másik WC-be. 8. Kígyó. Hát igen, sok ember félelme lehet, hogy WC-zés közben egy kígyó felkúszik a csatornákon, majd felbukkan a WC-ben, és támadást indít minden ellen, ami az orra elé kerül. Nos, nagy valószínűséggel Magyarországon ezügyben sokkal inkább a patkányoktól kell féljünk, úgyhogy nyugi van. Ám mivel a kígyók elég gyakori vendégek a WC-kben, ezért sok embernek nem volt nyugi, mikor egy kúszómászó szörnyetegre bukkantak az éppen használni kívánt illemhelyiségekben. Vegyük például azt a Texasban élő hölgyet, aki egy alkalommal egy a WC-jén tekergőző, majdnem 4 méteres pitonra talált a fürdőszobájában. Vagy azt az ausztrál férfit, aki egy 3 méteres példányra bukkant, becsben tartott WC-jében. Persze nem csak az otthonunkban futhatunk össze ezekkel a kúszómászókkal, hiszen egy férfi éppen egy üzlet illemhelyiségébe igyekezett, mikor az ajtón belépve egy kígyóval találta szemben magát. Még ha az állatkertbe történne, azt mondaná az ember, hogy hát ez jó pofa. 7. Beszorult ember. Én őszintén szólva nem vagyok oda a nyilvános illemhelyekért, meg mobil WC-kért, de ha az emberre ráköszönt a szükség, akkor sajnos nem maradt sok választásunk. Nos, nem tudom, hogy 2013. májusában a Dél-Afrikai Köztársaság fővárosában, Fokvárosban mit gondoltak azok az emberek, akik egy útmenti mobil WC-ből jaj veszékelő kiáltásokat hallottak, de abban biztos vagyok, hogy tudták, valami nem stimmel. Ebben igazuk is volt, hiszen a WC-re benyitva egy férfivel találták szemben magukat, vagyis hát inkább annak a kezeivel meg a lábaival. A férfi ugyanis valamilyen úton módon belecsúszott a WC-be, és bele is ragadt.
A rendőrség megérkezését követően a mentés 40 percig tartott, miközben számos ember videózott, fotózott és nevetgélt a bajba jutott férfin. Ez mondjuk szerintem elég undorító dolog. 6. Kiskutya. Biztos sokatok hallotta már azt a mondást, hogy kés villa olló, gyerek kezébe nem való. Nos, ehhez hozzátenném azt is, hogy gyerek kezébe kiskutya sem való. Vagyis pontosabban nem minden gyerek kezébe való kiskutya. Egy alkalommal ugyanis egy 4 éves gyermek úgy gondolta, hogy megfürdeti az 1 hetes kiskutyájukat. Valamiért a kádat, mosdót, zuhanyzót túl egyszerűnek találta ehhez a feladathoz, ezért úgy döntött, hogy a WC-ben fogja megmártóztatni kis kedvencüket. Ezt meg is tette, méghozzá úgy, hogy szépen le is húzta szerencsétlen kiskutyát a WC-n. Az apuka ezután hiába kereste a kutyuskájukat, egy szakértő csapat kellett ahhoz, hogy kimenekítsék a WC, illetve a csatorna fogságába rekedt kis kedvencet. Az meg gondolta, na erre a gyerekre kell vigyázzak, ha nagy leszek. Legyen hát. 5. Holttest. Sajnos egy mobil WC túlságosan is jó hely ahhoz, hogy egy holttest észrevétlen maradhasson benne, hiszen a kellemetlen szagok nem szokatlanok egy WC környékén, és egy elhagyatott, koszos, szagos mobil WC-t inkább elkerül az ember, mint hogy használja. Talán ezeknek is köszönhető, hogy a mobil WC-kben számos holttestet találnak. Elmondások szerint előfordult már olyan, hogy menedéket kereső hajléktalanok holttestét fedezték fel ezekben az illemhelyekben, de számos olyan eset is történt, mikor eltűnt, illetve gyilkosság áldozatául esett személyek holttestére bukkantak bennük. 4. 16. századi hajtű. Arra már láttunk példát, milyen az, amikor az ember úgy talál dolgokat egy WC-ben, hogy nem keres bennük semmit sem, de vajon milyen az, amikor pont azért megy az ember egy illemhelyre, hogy találjon valamit? Ez egy kicsit furcsa lehet így elsőre, de ha azt mondom, hogy régészekről van szó, akkor talán egy kicsit másképpen hangzik ez az egész. Nos, régészként biztos jó lehet bemenni egy több száz éves illemhelyiségbe, és biztos jó lehet találni valamit, de ezt talán azok a francia régészek tudják a legjobban, akik egy illemhely szétbontásánál, ki tudja mi egyebek mellett, egy 16. századi hajtűre bukkantak. A ritka kincsnek számító hajtű minden bizonnyal egy neves francia királynőjé lehetett, amitől tuti összecsinálták magukat a régészek, de legalább nem kellett messzire menniük. 3. Második világháborús bomba. Egy állítólagos történet szerint Angliában egy alkalommal egy illető valami furcsa dologra lett figyelmes a pottyantós WC-jében. Vagy nagyon unatkozott, vagy fogalmam sincs, de úgy vélte, a rendőrségre van szüksége ahhoz, hogy kiderítsék, mi is lappang az említett illemhelyiség fenekén. Nos, a rendőrség ki is ment, és nem más sikerült találniuk, mint egy még használatra alkalmas, vagyis még éles második világháborús bombát. A megdöbbenés nem is maradt el, azonnal evakuálták a környéken lévő házakat, lakásokat, majd tűzszerészek segítségével szépen elszállították a bombát egy bombabiztos helyre, majd felrobbantották. A történet rosszabbul is végződhetett volna, de hála a rendőrség és a tűzszerészek kitartó munkájának, illetve a tulajdonos szemfülességének senkinek sem esett baja. 2. Csecsemő. Sajnos a mai világban olyan is előfordul, hogy a nem kívánt vagy az eltitkolt gyermekeket a WC-kben szülik meg, és egyes esetekben a WC-kben még magukra is hagyják őket. Sajnálatos módon ezt tette egy Kínában élő diáklány is, aki a tanulását félbeszakítva kiment a WC-re, hogy megszülje a gyermekét, majd miután végzett, ott hagyta az újszülött csecsemőt, mintha az nem is tudom mi lett volna, majd szépen visszament a szobájába tanulni. Értem én, hogy a tanulás fontos, de egy emberi életnél, méghozzá a saját gyermekünk életénél szerintem semmi sem lehet előrébb való. A magára hagyott csecsemő sírását egyébként a szomszédok hallották meg, akik hívták a rendőrséget, akik ezután megmentették az újszülöttet és letartóztatták az édesanyját. Vagyis milyen édesanyát, már marhaságokat beszélek. 1. Cápa.
Az oké, hogy egyes állatok időnként beszabadulnak az illemhelyekre és meglepik az embereket, de ami két amerikai hölggyel történt, az egyszerűen elképzelhetetlen. Ugyanis mikor ez a két hölgy egy nyilvános illemhely WC-jébe benyitott, nem mást, mint egy cápát, méghozzá egy valódi húsvér, ám döglött cápát talált az egyik WC-kagylóban. A hatóság emberei kizártnak találták, hogy a cápa a csatornákban úszott fel a WC-be, ami a méreteit tekintve nem is csoda. Ezért mindent összevetve arra jutottak, hogy a döglött ragadozót valaki vagy valakik direkt hagyták a nyilvános illemhelyiségben. Bárhogy is történt, egy igazi cápa volt a WC-ben. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek, sziasztok!